A 133 főhöz még csatlakoztak a zsámbékiak, illetve a saját stábunk, úgyhogy nagyon nagy öröm számomra, hogy ekkora érdeklődés kíséri a vándorgyűlés, a Pest megyei könyvtárosok vándorgyűlésének zsámbéki programját. Volt-e valami konkrét apropója ennek a vándorgyűlésnek, hogy mindig összegyűlik annyi aktuális megbeszélni való, tenni való, ami ilyenkor témát ad? Évente ismétlődnek ezek a találkozók Pest megye különféle településein, emellett az egyesület nagyon gazdag programot nyújt a tagságnak, kirándulásokat és szakmai utakat is szervez. Most zsámbékra esett a választás. Zsámbék az adja magát, hogy nagyon sok látnivaló van, de gondolom, hogy a látnivalókon és a jó hangulaton túl a beszélgetésekre, ismerkedésre, tapasztalatcserére is kiváló alkalom nyílik ilyenkor. Így van. Egy olyan társaságban mindig nagyon jól érzem én is magam, ami kultúra szerető, könyvet szerető emberekből áll és számtalan a közös téma. Mi pedig zsámbékiak megpróbáljuk bemutatni azt a sokszínű tevékenységet, ami az intézményünkben zajlik, hiszen itt a művelődési ház és a múzeumok is szerepelnek a könyvtár munkája mellett, és igyekszünk megmutatni mindazt, amit Zsámbék nyújtani tud. Könyveket említett, de hát azért tudjuk, hogy ma már a könyvtár az nem csak könyvekből áll, CD-kről, DVD-kről, különböző elektronikus eszközök használatáról nem is beszélve. Lépést tartanak a Pest megyei könyvtárosok ezekkel a technikai vívmányokkal? Igen, megvannak azok a törekvések, amik igyekeznek bevonni ezeket a modern eszközöket. A zsámbéki könyvtár is nemrégiben vásárolt 3 e-book olvasót, viszont a kihívásokra a jogi oldalon is reagálni kell, hiszen ezek kölcsönzésére még nincsen kialakult gyakorlat. Igyekeztünk olyan programot szervezni, ami megmutatja a művelődési házban zajló élénk életet. Például a kézműves ház tagjai közül hívtunk meg 3, akik mellett maguk is kipróbálhatják az egyesület tagjai a különféle kézműves tevékenységeket, így a fafaragást, a tűzománc készítést és az ékszer készítést. Emellett pedig már a délelőtt folyamán történt kis műsorban bemutatkozott a zsámbéki keszkenő népdalkör. A délután pedig kirándulással telik majd, ez a nagy létszámú csoport 3 részre oszlik majd, hogy mindenhová beférjen, és megmutatjuk a zsámbéki romtemplomot és kőtárt, a lámpamúzeumot és a Schwab tájházat, ami szintén büszkeségünk. Együtt vagyunk a szakmai programokon túl, nagyon fontos az, hogy együtt legyünk, hogy megismerjük egymást. Nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy egymásnak átadjuk az információt a könyvtárainkról, tehát nekem is nagyon jó, tudom, hogy másik könyvtárnál mi a helyzet, hogy zajlik, hogy kölcsönöznek, és egyéb információ áramlás nagyon fontos. Nekem úgy tűnt, hogy itt a színpadról bárki bárkit megszólított, a keresztnevét szólította, tehát hogy ismerik egymást a könyvtárosok. Miért fontos ez az egyes könyvtárak működése tekintetében, hogy akik ezeket a könyvtárakat viszik, vezetik, illetve könyvtárosként dolgoznak, azok belelássanak a többi megyei könyvtár működésébe. Igen, nagyon-nagyon fontos az, hogy így ismerjük egymást név szerint, ez annak tudható be, hogy nagyon sok a közös kirándulás. Tehát, mint nem tudom, hallották önök, hogy vannak ilyen minden évben egyszer elmegyünk tanulmány utakra. Tehát itt olyan annyira összekovácsolódik a társaság, hogy ezért van az, hogy egymást nagyon jól ismerjük. Mi a legtöbb hasonlóság, vagy a legfőbb hasonlóság és a legnagyobb különbség a megye könyvtárai között? Ugye először is egy városi könyvtár, vagy pedig kis közösségi, vagy községi könyvtár, hát ez is nagy különbség. Ugye a lélekszám nagyon fontos, akkor nagyon fontos, hogy honnan jönnek, tehát melyik városból, vagy melyik faluból, hogy a Pest megyében hol helyezkednek el a települések, tehát ez is nagyon döntő, de én úgy gondolom, hogy ezek az események azok, amik úgy egyé kovácsolnak bennünket. Valóban mindenkit ismerek. Az az igazság, hogy én már nagyon régen dolgozom Pest megyében. Az Érdi könyvtárnak, Csuka Zoltán könyvtárnak voltam az igazgatója, és hosszú ideig elnöke is voltam a Pest megyei szervezetnek, tehát hát most már gyakorlatilag 30-35 éve, most már nyugdíjasként csinálom a titkári feladatokat. Én vagyok a tagnyilvántartó többek között, és hát ezért is van, hogy ismerem személyesen is a tagjai. Belelátta egy picit a megye különböző könyvtárainak a működésébe, mert hiszen gondolom a szakmai cél az elsősorban az, hogy tapasztalatot cseréljenek ezeken a vándorgyűléseken. Valóban ez a cél, hogy megismerjük egymás munkáját, ezért is van az, hogy mindig valahol egy kihelyezett helyszínen tartjuk a könyvtáros napokat, mert megtehetnénk, hogy a Széchenyi könyvtárban a nagy terembe, de pontosan az, hogy az a célunk, hogy megismerjük egymás munkáját.
Én magam szakértőként is dolgoztam, tehát elég sok helyen jártam a megyében, ugyanígy az elnökünk is, és nem csak az egyesületen keresztül, hanem a szakmai munkán keresztül is ismerjük a kisebb, nagyobb könyvtárokat. A legkülönbözőbb helyzetben vannak, hiszen Pest megye a legnagyobb megye, nagyon sok várossal, de hát ezek a városok is óriási különbségekkel rendelkeznek, gondoljunk bele, hogy Érd egy megyei jogú város 60-70 ezer lakossal, Zsámbék ugye kisebb város 10 ezer körüli lakossal, ha jól tudom, de hát van Visegrád, azt hiszem 1700 fős, körülbelül annyi a lakosság száma, tehát különbözőek a könyvtárak, különböző problémákkal, van, ahol 20-an dolgoznak, van, ahol félállású ember van, hát így nehéz is összhangot teremteni, viszont egymástól mindig tanulunk. Lehet azt mondani, hogy nagy a szórás, hogy a elhanyagolt intézményektől kezdve a szuper, hipermodern felszereltségű korszerű intézményekig minden megtalálható? Valóban így van, minden lehet. Vagy minden variáció előfordul, de az az igazság, hogyha járom az országot, és én az egyesületnek, tehát a könyvtáros egyesületnek is egyik országos vezetője vagyok, az az igazság, hogy vannak megyék, ahol jobb helyzetben vannak például a kis települések könyvtárai, megmondom miért, az EU-s pályázatokon, ahogy Pest megye kimaradt ebből, a többi megye, főleg, hogyha nagyon hátrányos helyzetű volt, jobban tudott indulni, és sok szép felújított könyvtár van, nálunk meg ez kevésbé jellemző. A mai nap rendhagyó, hiszen inkább a szakmai programokra szoktunk koncentrálni, de a mai napon inkább az összejövetelre, a baráti együttlétre, egymás jobb megismerésére koncentrálunk. Erről szól ez a mai nap. És díjakat is átadtak a délelőtt folyamán, a Téka díjat, illetve a Nagy Ferenc díjat. Így van. A Téka díjat a 25 éve Pest megye könyvtárügyében dolgozó könyvtárosok kapják meg. Az idén 4 ilyen díjazottot tudtunk elismerni. A Fiatal Könyvtárosok díját viszont 35 év alatti Pest megyei könyvtáros kaphatja, aki elkészít egy olyan pályaművet, amit a bíráló bizottság erre méltónak ítél. És az idén a Pest megyei könyvtár fiatal könyvtárosa Sáradi Regina kapta ezt a díjat. Nagy Ferencről egy mondatot, hogyha mondana. Budakeszi könyvtárnak volt az igazgatója, és egy időben a Pest megyei szervezetnek az elnöke is. Ő, amikor a szakmában dolgozni kezdett, akkor indult el az informatika, a számítógépesítés a könyvtári szakmában, és ebben nagyon úttörő volt, hiszen akkor csináltatott a könyvtára számára olyan könyvtári nyilvántartó programot, ami még nem volt a szakmában közkönyvtárügyben, és csodájára jártunk ennek a munkának. De egyesületi vezetőként is egy karizmatikus személyiség volt, és az ő tiszteletére alapítottuk, illetve ő és a felesége, Bolobás Boglárka és az egyesület alapította ezt a díjat. Én már tavaly is beadtam azt a dolgozatomat a pályázatra, úgyhogy reménykedtem, hogy esetleg az idén sikerül, mert nagy munkám volt benne. Akkor egy rövid leírást kérnék arra, hogy mi ez a munka, mi a lényeget. Én a hangzó dokumentumok digitalizálásáról írtam, és közel állt hozzám ez a téma, mert nem csak a könyvtár ügyet érinti, hanem a néprajztudomány és a zenetudomány területén is mozog egy picit, ami számomra fontos. És hát a kutatásaimat a tavalyi évben végeztem, mind az elméleti síkon, mind a gyakorlati síkon. Elmentem az Országos Széchenyi Könyvtárba is, és a Hagyományok Házába is kutakodni. Ők a Magyarországon így, akik főleg ezzel foglalkoznak, a hangzó dokumentumok digitalizálásával, és interjút készítettem az ott dolgozókkal a munkájukról. Nagyon sok mindenben segítettek nekem, úgyhogy hát igazából ezt az tapasztalatokat írtam le, és az adatbázisokat elemeztem, amik ugye a végeredményei ennek a digitalizálási folyamatnak, és hát sok szakirodalmat olvastam hozzá. Én úgy gondolom, hogy a hangzó dokumentumok is ugyanolyan fontosak, mint a nyomtatott dokumentumok, és hát ugye ez egy kis ága a könyvtár szakmának, de remélem, hogy
hogy valamit tudtam adni ezzel az összefoglaló munkával, és hogy segíthetek a könyvtárosoknak ez ügyben. A Nagy Ferenc díj az egy erkölcsi elismerés pusztán, vagy be lehet írni a referenciába, tehát milyen előnyei vannak túl azon, hogy ugye az ember büszke rá, hogy ennek a birtokosa? Hát úgy gondolom, hogy mint fiatal könyvtáros Pest megyén belül ez egy eléggé nagy elismerés, és ezért is örülök, hogy elnyertem, illetve hát nyilván, hogy ezt be is írhatom az önéletrajzomba, és emiatt is örülök neki. De... Egyébként hol vagy gyakorló könyvtáros? A Pest megyei könyvtárban dolgozom Szentendrén, jelenleg feldolgozó könyvtáros vagyok, az állomány gyarapítási osztályon dolgozom, de 3 évig a hálózati osztályon dolgoztam, akik a megyében levő települések könyvtáraival foglalkoznak. A Budakeszi könyvtár korábbi vezetője Nagy Ferenc volt, ő 15 évig dolgozott a Budakeszi könyvtárban, fiatalon került a szakmába, már érettségi után hamar könyvtárba helyezkedett el, és utána levelezőn végezte el a különböző iskoláit. És ezért is lett az, hogy a fiatal könyvtárosoknak alapított díjat róla neveztük el, illetve még egy olyan szomorú tény miatt, hogy Feri sajnos nagyon fiatalon elvesztettük, 45 éves korában halt meg, és kérésére a Budakeszi temetőbe temették el, annak ellenére, hogy ő budapesti lakos volt, mert ő annyira szeretett Budakeszin lenni, annyira szerette a budakeszi embereket, a budakeszi könyvtárot. És nekünk nagy öröm volt, amikor ezt a díjat megalapították, és a második átadáskor fiatal kollégánk Szőcs Dávid is megkapta ezt a díjat. Még annyit tudnék mondani Nagy Ferencről, hogy ő nagyon fiatalon lett könyvtáros, könyvtárigazgató, aztán utána a megyei egyesületnek vezetője, illetve a Nemzetközi Könyvtáros Egyesületnek is tagja volt, sokat utazott külföldön, és külföldi tapasztalatokkal gazdagította utána itt a Pest megye könyvtárügyét, és talán pont ezért is Budakeszi könyvtár nagyon korán az országos nagykönyvtárakkal együtt kezdte a digitalizás útjára lépett, illetve hát az elektronikus kölcsönzést nyilvántartást nálunk már amikor én oda kerültem 1995-ben már a személy nyilvántartás számítógépen volt, és hamarosan 98-ban már kölcsönözni is csak gépen kölcsönöztünk. Több mint 130 Pest megyei könyvtáros van, könyvtárvezető van. Nyilván szakmai tapasztalatcserékre is mód nyílik így ilyen alkalommal. Hol áll a budakeszi könyvtár, ugye a megyei könyvtárak rangsorában? Többféleképpen lehet nézni a dolgot. Az épület tekintetében, mint tudjuk, eléggé hátul vagyunk, viszont a szakmai felkészültség és a lelkesedés, ami a kollégáim részéről tapasztalható, úgy viszont szerintem eléggé a legalább, ha nem is az élvonalba, de az erős derékvonalba. Pest megyében eléggé erősek. A városi könyvtárak is nagyon, nagyon jó színvonalon működnek, én úgy látom. Igyekszünk, amennyi a lehetőségeinkből, időnkből, erőnkből telik, tényleg igyekszünk megfelelni az igényeknek. Az az igazság, hogy nagyon szeretik a budakesziek a nálunk rendezett kulturális rendezvényeket, talán kis bensőséges voltuk miatt, tehát ezek nem ilyen nagy rendezvények, mint ami a művelődési házba elérhető, hanem inkább bensőséges, intimebb közegbe zajló rendezvények, és el is várják, hogy legyen legalább havi rendszerességgel egy-két ilyen találkozó. Mivel jár ez a díj? Túl a büszkeségen, az elismertségen, ad ez valami erkölcsi pluszt, hogy a munkáját máshogy folytassa továbbiakban? Mind három, amit tetszett mondani. Igazából ez csak egy ilyen erkölcsi díj, nem jár semmiféle anyagiakkal. A legszebb ebben, ami már az elején fölvették, ez a László Bandi, szászkalombatai grafikus művész műalkotást, ez a legnagyobb öröm számunkra. 25 év a könyvtárügyben, az nyilván mindenki számon tartja, mert mindenki tudja, hogy mennyi dolgozik. Mi tartotta 25 évig, negyed századig kimondani, és nagy szám ez ezen a pályán? Mi az, amit a legjobban szeret a hivatásában? Amikor felolvasták a laudációt, akkor ez a 25 év nagyon gyorsan lepergett. Igazából én Magyarországra jöttem 30 évvel ezelőtt, 25 éve vagyok Érden a Csoka Zoltán Városi Könyvtárban, és valahogy sose
vettem észre, hogy ez 25 év telt el. Azt tegnap jöttem, sok minden megtörtént az életemben, a könyvtárügyben is, de ez ilyen nagyon meglepő volt most. De azért nyilván, mert tartalmas volt ez a 25 év, és úgy visszagondolom, hogy elröppent az egész, hiszen mindig volt tennivaló. Pontosan is, és ez az laudáció, ami elhangzott, az ilyen, mint a számvetést tettem volna, hogy tényleg ennyit csináltam, ezt csináltam, azt csináltam, sok mindent csináltam. A könyvtárügy az mondjuk az nem első sorban tanult szakmám, de itt Magyarországon igazából megtanultam azért. Az, hogy 25 évig kitartottam a szakma mellett, ez szerintem bizonyítja, hogy érdemes volt, és én nagyon boldog vagyok emiatt, hogy a könyvtárügyet tudok képviselni.